Most elérkeztünk a legújabb párkörpályához, amit ki is fogok játszani, de csak is nektek, ugyanis ez nem más, mint a Parkour Valley, valami olyasmi. És akkor start is, ne húzzuk tovább a szót. Amint láthatjátok, elindult a visszaszámláló, na most ez lesz az, amivel nem fogunk törődni. Ugyanis egy ilyen parkour pálya, tudjuk, hogy nekem nem szokott olyan egyszerűen menni. És ágyikó meg minden. Úgy látszik, nem kapok semmi segítséget nem kapok. És akkor fölfelé kell ugrálni. Hogyha minden igaz, és hogyha úgy gondolom, ahogy én ez van ez most itt, ez most itt van. Szépen fölfelé, és hopp, na, jól nézünk ki, már az első ugrást elrontom. Megpróbálom nem fölidegelni magamat majd a játékon, és szerintem most nem arra, hanem még erre kéne jönni. Mivel ugyanis errefelé kell körbe menni, és ez nagyon érdekes mapnak tűnik nekem, mert egy kicsit be van dugulva az orrom. Ez egy ilyen, minthogyha nem tudom, ilyen atmoszférája van az egésznek, mint mondjuk, nem is tudom mihez tudnám hasonlítani, talán a Parkour Paradise-hoz, aznak volt még ilyen, vagy a fal, volt egy olyan, hogy val, vagy ilyesmi volt a pályának a neve. Azt hiszem, és jaj, de jó, hogy sikerült ez az ugrás, hopp, ezt elcsesztem, ezt a corner jumpot, de nem baj. Mert megoldottam, és itt most én nem gondolod, hogy én itt végig fogok itt ugrálni, mint egy hülye gyerek, de végig kell ugrálni, de megoldottam, nincsen para, megoldottam, és most ide kell, jaj, hát persze. Mondjuk viszonylag most még reggel van nekem, lássuk csak, 12 óra 22 van, ez még számomra, ó, hogy még ott volt egy léc, hogy ezt elfelejtettem. Vagy léc mi az már, nem kerítés, hanem létra. Létra fikusz úgy van, és hopp, hopp, oké. És ahogy nézem, nincsenek benne checkpointok, bármint hogy nem látom, hogy lennének benne checkpointok, ami azért is teszi nehezítővé a tényezőt, mert hogyha én itt most leesek, én tudja, hogy nem fogom onnan újra kezdeni, hát azt most felejtsük el, de nagyon gyors ütemben. És hopp, és szerintem az lesz a legjobb, hogyha én ezt az egészet Egy húzamba tolom végig, milyen hülyeségeket tudok beszélni, leestem. Tehát mondom, ezért fura, mert itt persze beleakadok, mert nincsenek checkpointok, és ettől lesz egy kicsit olyan nehezebb a dolog. Hoppá! Oké, meg vagyunk, nem vagyunk meg! Szereztem gabonát, de jó nekem. És a srácnak hogy jött össze 711 másodperc alatt, vagy az másodpercet mér, ugye? Hopp, oké, és akkor... Hopp, jaj, végre összejött, jó van. Hát a srác az nagyon ügyes volt, mert én még itt is képes vagyok leesni, de igazából, ja, nem lehet ott végigugrálni, azt hittem. Hopp, hopp, oké. Üzzük, hajtjuk, gyerekek. És ez itt, azt hittem, hogy oda tudok ugrálni, de annyira jó, mert olyan egyértelműen van, hát nem is kitáblázva, mert most ez mi? Most ez hogy kéne? Oké. Hopp, jó van, megy. És most szerintem nem oda kéne ugrani, onnan jöttem, ugye? Akkor oda? Igen, okos voltam. És erre. Hát más út nincs nagyon, sajnos. Szóval csak erre felé tudok, és most leneessek, ugyanis, mint látom, itt ennek az alja, az már egy nagyon régi sztori. Mármint, hogy nem régi sztori, de nem is voltam olyan nagyon rég ott, és ez most hogy kell itt, ez most mi ez most? Most ez most ide kéne? Várjunk, ez még gyakor... És nem, és összejött! Remélem jó irányba megyek. Remélem, hogy jó irányba megyek, mert hogyha nem, akkor ez most csúnya szívás. Ne! Mint mondtam, nem fogom én az elejéről kezdeni, szóval ott vagyunk, ahol befejeztük. Mármint, hogy itt a lávás résznél. És úgy látom, hogy a számoló is addig állt, amíg vissza nem jöttem ide. Szóval ez egy tök jó megoldás, és így még arra se lehet mondani, hogy csaló vagyok, mert végülis az a számláló a lényeg. Értitek? Hopp! Jój, ez egy nehéz ugrás volt, de szerencsére nem nekem. Ja, erre! Nem szoktam hozzá, hogy itt az ajtókat ki lehet itt így nyitni. És most kellene... Erre... Nem, de ez miért van itt nyitva?
ne legyen nyitva, nem tetszik. De igen, tetszik, na. És hát persze, úgy tök jó ki van találva, egyszerűen hangulatos ez az egész pálya. Szerencsére. Szerencsére mondom, hogy hangulatos, mert hogyha nem lenne az, akkor tuti nem játszanám ki. És most is mekkora makkom volt, hogy pont megnyomtam a shiftet, hogy elkapjam ott azt a lécet. És itt, már ilyen jeges bajomon vagyunk, nem jó, mert leestem. Nem baj, semmi gond, gyereke. Miért? Megnyomom az E-betűt. Ugrás közben megnyomtam az E-betűt, és megnyitottam az inventorimat. Nem vagyok normális. Na jó, de azért mégis. És most kéne... Remélem jól csináltam, mert igen. Hogyha ott leestem volna, kezdhettem volna előről mindent. Hello, Enchant! Hát na mi van, virág? Nem tudom. Valószínűleg megint föl a kerítésre, de... Itt a fenyőfára nem lehet felugrani, hanem itten ott van a huncut odabújt. Huncut volt, ez nagyon hunci volt. Hunci volt. Jó, erre kell menni. Ó, de milyen kis barlang stílusa van itt az egésznek, annyira jól ki van találva. Ilyen virágok nőnek, nagyon szép az egész. Ezt most majdnem elrontottam, megint majdnem elrontottam. Most ez a majdnem oknak az ideje. És mi ez a csille? Lehet vele menni? Én arra akarok. Meg arra. És így leestem volna az elejére a pályának. Amúgy igen. Ez kevésbé lett volna szórakoztató. És most úgy látom, hogy igen, itt erre kell menni. És jaj, hát persze, imádom az ilyen ugrásokat. Ne, hát nem jött össze. Jaj, nem itt kell bemenni még. Rossz bejáratot néztem. Itt kell bemenni. Itt, és ide föl. És itt, na mondom. Itt, meg itt. És ide kell átugrani. Ez az, erről van szó. Ez most elszoborító. A videót lehet nyugodtan lájkolni, mert ugyan abból fogom tudni, hogy kell nektek még ehhez hasonló szórakoztató pálya. Szóval, hogyha megtennétek, akkor lájkolnátok ezt a videót, létszi, köszi. Ja, meg hát föl is lehet iratkozni, azt is nem árt elmondani. És most túlfutottam. Nem baj, ez már összejött. És végre ez is összejött, és most már csak oda kell ugrani, sikerült ez az. Azt a kutya fáját, hát ez majdnem nem jött össze. Majdnem csúnya vége lett itt az eseményeknek, de összejött szerencsére a vége felé. Ez most meg már nem, de nem is baj, mert ez most annyira nem vészesen nehéz rész, ahogy én azt látom. Mégis jósolom, és most kell. Úgy van, ide. Ne már, most kezdhetem innen előről. Jó, hát annyira nem kerültünk ide a végére, de akkor is ez azért elszomorít egy picit, mikor ilyen... Ja, itt nem tudok fölmenni. Itt úgy van. És most kéne odaugrani. Hopp, így van. Nagyon ügyes voltam. Mik ezek a pokehallók? Pokehallók minek vannak ott? Jaj, úristen, jó irányba jöttem, oké. Már megijedtem, hogy mondom, nem jöttem jó irányba, és mi az ott a fa tetején? Oda is kell majd ugrani? Hopp, oké, megvan. Jaj, megint nem, oké, így. Szerencse, hogy most úgy le is kell kopogni, mert úgy viszonylag megy, de hát ez még szerintem úgy a pályának, hát ez már a fele, sac per köbö, a fele a pályának, és most merre kellene ugrani? Arra? Jó irányba mentem? Nem. Ezt itt nem tudom megugrani, hát az nagyon messze van onnan. Szerintem arra kell ugrani akkor is, ide, igen, és innen meg ide, és ó, öcsém! Azért az kellett ide a bico, öcsém, kellett ide a bico. Most kell. Jaj, ne, utálom a slime jumpokat. Mondtam már. Szerintem mondtam. És ezeket meg még jobban utálom. Megvan, oké. Nincsen para. Még egyszer. Oké, megvan. És most kell ideugrani. Arra a picire ugrani, és erre ugrani, és innen kell arra a kerítésre, megvan! Oké, mi ez? Kisváros? Tök jól néz ki! Annyira király! Ez itt most ki lehet nyitni az ablakot? Ez tényleg, ez tök jól néz ki! Azt hittem kinyílik itt a garázs.
Ez egy garázs volt, nem? Nem, mit nyílt ki? Hát persze, ezt mondjuk eleve gondolhattam volna. És most itt merre kell menni? Erre? Erre úgy látom. És innen pedig oda. Bőzony azt a paszta. És innen pedig oda. És úristen, nem már, hát ez milyen ugrásra kényszerít rá engemet? Ide, és innen pedig oda. Hú, de szerencsére össze... De rossz volt! A minden itt neki, de rossz volt, rossz volt, rossz volt. Hát itt nem tudtam, hogy itt ennyire ki kell centizni itt ezt a dolgot. Ne! Az anyád! Hogy kéne ezt itt? Hogy? Ó, úgy van, neki kellett futni! Mármint, hogy nem neki kellett futni, és úgy látom, hogy innen kéne odaugrani. Jaj, de! Nem jött össze! Szerintem nem a legtetejéről kell, hanem innen kell. Ez az! Ez az! Erről van szó, nyuszomuszó! Így már simán összejött, és innen pedig kellene odaugrani. Ez létezhető ugrás? Létezhető ugrás, jó van már. Aha, szerintem meg lehet csinálni, meg lehet, csak kell hozzá az én ügyességem, és egy kis corner jump. Corner jump! Ígyni! Sikerült is! Ez is sikerült, és innen kell, ott a kis ravasz elbújtatta. Minek hívják azt a nádasba, cukornádba, és megint egy ilyen jó kis, ilyen szikla peremén kell mászkálni, hogy ne! Aj, majdnem leestem, de szerencsére nem, mert megúsztam, mert ügyes voltam. Most pedig ide kell ugrani, és innen pedig ide, úgy van, úgy van, na ez jó, megy, jó, 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 1, 2, 3, le kell kopogni. És oké, és most pedig innen, aj, de nem megy, hát nem tudok ilyen gyorsan ugrani, mert az a baj, mikor így lecsusszanok a blokk széléről, és úgy látom, megint slime blokkozni kell, de most ez hogy? Azt a kutya fája! Azt a kutya fája, azt láttátok, mekkora necces volt? Úristen, de necces volt! Nem baj, nem baj, nem baj. A lényeg, hogy túléltem, és innen nem tudok odaugrani? Nem, ne lehessen innen, csak úgy mindenkinek jött, mentek úgy odaugrani, és így innen sem megy. Hát ez a, amikor így kanyarba kell ugrani, így. Hú, most is csak épp, hogy a Nem! De az előbb épp, hogy csak a láb körmömmel kaptam el a blokk szélét, hogy rá tudjak kapaszkodni. Ami nagyon épp, hogy csak volt. Oké. És szerintem nem oda kell ugrani, hát ez nagyon messze van, hanem oda. Tehát így, és végre összejött, és innen kellene... Ne! Lefogtál! Öcsém, hát miért vagy ott, mikor nem kéne ott lenne, te fal, sarok, sarok? Úgy van, most jön a nehezebb ugrás, így, és... Így ez az! És még mindig jó lenne, hogyha már befejeződnének ezek a slime-os mókázások, mert kezd egy picit elegem lenni a slime ugrásokból, mert nem egy olyan szívderítő látványok, ahogy én itten ugrálok a slime-okon. Hú, az ádóját! Na ezt meg kellett pattanni, ezt most meg kellett pattanni, és itt oda kell... Ó, oh, majdnem neki futottam, hülye mód! Azt rájöttem, hogy a slime-ra kell ugrani, igaz? Hú, hát ez nem sok híja volt, és itt most erre kell menni? Jaj, hát ez mi volt? Majdnem leestem. Úgy van, de mehetek erre is, nem? Mehetek arra is. Hát próbáljuk meg az egyik irányba, melyik tűnik nehezebbnek. És akkor nem arra megyek, na jó, de... Abba az irányba kell menni, amelyik nehezemnek tűnik, mert tudhatjuk, hogy az lesz a jó irány. De mi van, hogyha két irányba is lehet menni, és én hülye módon nehezebbet választottam. Mert ez nehezebb ugrásnak tűnik, de ott... Hát ott az... Ott on... Hát nem tudom. Hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy innen ez megugorható. Szerintem nem. Szerintem nem, de mindegy, maradjunk ennél az útnál, mert én ebbe láttam a jövőt. Ebbe láttam benne a jövőt, hogy őszinte legyek veletek. Ez most egy ritka nehéz ugrás itt a birs fákon, vagy minek hívják. Hopp! Ez az, folyamatába kellett bizonyítani itt a lurkóknak. Úgy van. És most föl a fákra? Föl a fákra? Ah, persze, föl a fákra, meg a jó édes. Tudod midet. És most itt nyílik ki? Na. Hogy a kis kamus mindenedet. Hogy ott nyílik ki, ugye? Honnan kezdi? Oké,
Oké, ez nem volt olyan vészesen nehéz azért, mint amilyenre gondoltam, és ez pont nem csípett. Aj, de pajta pajtikám, hát! Hopp, így van, erre kellett jönni, jól csináltam, fiatal emberek, jól csináltam, és itt most helikopter, akkor erre kell menni, és meg lehet nyomkodni a helikopter. De mit keres itt a helikopter? Miért van itt egy helikopter? Jaj. Jó irányba megyek? Hát nagyon más merre nem van! Hát ez nagyon ki volt centízve, és szerintem jó irányba jöttem, mert itt még nem voltam. Igen, ez már itt a másik oldala annak a résznek. Szerintem ez a jó irány, és... És itt erre felé kellene menni? Létezik az? Létezik az vajon, hogy létezik az, hogy erre felé kell menni? Itt mi van? Ja nem, ez az alattam volt. Emlékszem arra a részre, ott be kellett menni egy barlangba. Lényegtelen, rég volt már, talán igaz se volt. Erre, bár én erre akartam ugrani, de így is összejött. Hopp, oké, és akkor innen ide, és jön egy tuszi. És már a srác már gyorsabb volt nálam, az a nagy helyzet. Ez a srác ez nagyon jó boltolja, mármint hogy nagyon gyors. Rá kell jönni, de szerintem erre. Aha, és itt a kis pálcikákon kell végigugrálni. Hopp. Jaj, Istenem, egy ilyen egy pixel széles. Nem is blokkok ezek, hanem mik ezek? Ezek nem is blokkok voltak. Hello, van itt valaki? Egy kicsit szellős a lakás, nem gondolod? Tehát ilyen egy pixel széles cuccokon kellett végigugrálni, és itt most merre kell erre a cuccra, mini kaktuszra nem tudok ráállni, igaz? Nem, erre kellett jönni, helyes. És innen ide, és innen pedig oda. Azt a kutyafáját, hát ez mi fajta ugrás itt, kérem szépen. Ez egy macska kalabba. De csak összejött, köszönöm szépen, majdnem odaugrottam, pedig nem arra lett volna szeren. Itt nem tudtam volna fölmászni? Nem, az túl messzi volt. Jó irány, jó az irány, pajtikám. Jaj, Isten, már rááll a szemem amúgy azokra a blokkokra, amikre lehet ugrálni. És szerintem már lassan a végéhez kéne közelítenünk, mert eléggé fölértünk már itt a tetejére. Legalábbis nekem úgy tűnik. És itt át ide, és most végig a kötélpályán. Létezik az, hogy végig a kötélpályán? Kötélpálya. Hopp, és stop time! 1076 másodperc, ha minden igaz. Elitrázni lehet, de én most nem ilyen elitrázok. Ugye ott a pálya készítője, minden bizonyossággal. És körbenézünk még itt erre, mert itt még mintha erre lehetett volna jönni. Hopp! Oh, thanks for playing! Oh, lesz második része is! Hát ez tök jó volt ez a pálya, azt kell, hogy mondjam nektek. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót! Hogyha tetszett, akkor ne felejts el lájkolni, iratkozzál föl, és lesz meg a leírásod, és ott van, ahol ilyen menő zsidós cuccokat tudtok beszerezni magatoknak. Én Zsida voltam, sziasztok!